Tordán az elmúlt években a belvízgondok miatt veszteséges volt a termelés. A helyi földműves szövetkezet parcelláinak több mint 30%-a volt víz alatt. Összesen 800 hektár területen gazdálkodnak, tudtuk meg Dvorák Edétől, a szövetkezet igazgatójától. Sajnos a gazdálkodásunknak a meghatározója az elmúlt két évben a víz volt. A tavalyi év olyan szempontból, hogy a tavaly előtti óriási csapadékmennyiség olyan problémákat okozott, hogy a talajművelés sajnos nagyon későn tudtuk elvégezni. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy például két évvel ezelőtt, a 2010-es évben rekordmennyiségű csapadékot kaptunk, 1200 liter négyzetméterenkénti csapadék hullott le erre a szurkos bánáti földre, ami annyira soknak bizonyult, hogy óriási vízkáraink voltak. Tehát még azok a területek is, amit 2010 őszén be tudtunk vetni, sajnos karácsony környékén, új év környékén a gabonáink 50%-a víz alatt volt. Na most itt annyit javult a helyzet ilyen hirtelen intervenciókkal a 2010-2011-es év telén, hogy milyen kis mikrocsatorna rendszerek meg lettek építve, ami egy kicsit talán ugye helyrehozta a dolgokat, de hát 100%-osan távol se tudta. Úgyhogy a szövetkezet saját gazdaságát illeti, itt merem állítani, hogy olyan 30%-a odaveszett az össz elvetett gabonánknak. Ami a szántott területet illeti, mintegy egynegyede volt megszántva a tél előtt, tehát az össz területet kétszeres tárcsázásba vetettük el, április-május és június első pár napjaiban fejeztük be a vetést. Tehát egy ilyen mostoha körülmények között sajnos semmi nagy és semmi jó termés eredményről nem beszélhetünk. Mi a közepesnek nagyon örültünk volna, de még sajnos azok se lettek. Mert hogyha átszámítom az összterületre, amikor ugye az összterületnek 200 hektárt, a 800-ból ugye nem tudunk betakarítani, vagy nem tudunk megművelni, akkor itt az átlagtermés az a vajdasági átlag alatt van. Különben, ami a tordai szövetkezetet illeti, 800 hektáron gazdálkodik, ebből 750 hektár saját földterülettel rendelkezik, és mintegy 50 hektár állami földet művelünk. Hát ez nagyjából gabonatermelés, tehát gondolok itt buzára, kukoricára, kis őszi árpára és napraforgó termelésből áll. Jószágtenyésztés nincs a szövetkezet saját területén, és öntözés sincs. Tehát ez mind száraz gazdálkodásban van. Mennyire készültek most fel a következő évre, vagy a 2012-es évre? Hát ami a vetés struktúrát illeti, goromban három részre osszuk az összterületet. Tehát itt a kalászosok 250 hektáron vannak elvetve. Ezeknek az állapota is egy kicsit tarka, mert a száraz periódus, ami az ősz folyamán volt, nem tette lehetővé, hogy azok a gabonáink, amik később lettek elvetve, kikeljenek. Úgyhogy mindegy, a 250 hektárból 150 az elfogadható, jó állapotban van, és mindegy 100 hektár az sajnos most van ilyen kellő állapotban. Ami a további vetésforgót illeti, valószínű, hogy mintegy 250-300 hektár között lesz a kukorica, és a többi viszont napraforgó. Tehát azt mondhatom, hogy három arányos részre fogjuk körülbelül osztani a területet, és ez a három kultúra fog dominálni. Említette itt az őszi vetést, akkor mondhatni, hogy itt is nagy aszályok voltak az ősz folyamán? Hát igen, tehát amilyen nagy vízkáraink voltak az évelején, annyira nagy aszály volt az év végén. Tehát mi nekünk október folyamán mintegy 30 liter csapadékot mértünk, november folyamán egy litert sem kaptunk, és decemberben volt mintegy 40 liter csapadék. Na most ez a 40 liter csapadéknak köszönhetően indultak meg a gabonáink, úgyhogy most van, mondhatom azt, hogy 100 hektár kelőfélben. Tehát ilyen extrémákból extrémákba menjünk. Amilyen extrém volt az év eleje, annyira másik irányban volt extrém az év vége. Mire lehet számítani itt öntözésre a továbbiakban, mennyire lehetne ilyen, ha ilyen csatornák elkészülnek, mennyire lehetne erre áttérni? Hát mondhatom azt, hogy tehát folyóvizek torda környékén nincsenek a közelben, úgyhogy sajnos óriási beruházások lennének ahhoz, hogy ide vezessünk állandó jellegű vízfelületet, ahonnan mi öntözni is tudnánk. Úgyhogy őszintén megmondva, én nekem a reális esélye, hogy nagy területen gabonaféléket, vagy ilyen úgymond
kis, kevésbé akkumulatív kultúrákat öntözünk, szinte semmi a reményre. Azt, hogy talán kisebb területen kutakat fúrni, és akkor mondjuk egy intenzívebb konyhakertészeti növényeket öntözni, az lehetséges, meg annak látom is a perspektíváját talán a jövőben, de ennek a nagy területen ennek sajnos nem. Milyen osztályú földek ezek a bánáti földek? Hát a tordai határban mondhatom, hogy nagyon nagy a tarkaság. Megtalálható az első osztálytól a hetedik osztályig, tehát minden van. Hát a határnak egy része az szövetkezet tulajdonában lévő föld is az elsőtől a harmadik osztályban van, de viszont elég jelentős része van a negyediktől a hetedik osztályig is. És ez elég nagy gondot okoz, ugye hát ez hogy mondjam, a termést is maga után viszi. Sokkal nagyobb és nehezebb a megművelése, viszont kisebb terméseket hoz természetesen. Milyen ezeken a földterületeken az átlaghozam? Hát most az, amit a szövetkezet átlagát illeti, most erről annyit mondhatok, hogy talán egy 4,5 tonna buza, a hosszú évi átlagunk, a napraforgónál mintegy 2 tonna, a kukoricánál meg mintegy 7 tonna. Körülbelül ezek az átlag terméseink. Mennyire lehetne fejleszteni a további években a szövetkezetet? Vannak-e valamilyen tervek? Hát tervek vannak természetesen, terv nélkül ugye nem is lehet létezni, de az első és egy alapvető dolog, amit szeretnénk, hogy megoldódjon, az a szövetkezetekről szóló törvény, ami hát ugye megalkotásban van már szinte 10 év óta, de úgy néz ki, hogy a Skupstinában sehogy sem találnak rá időt, hogy ezt a kérdést is ugye napirendre vegyék. Most van egy ígéret, hogy 2012-es év elején meg fog történni ennek a törvénynek a megvitatása, elsősorban a kormány elé kellene vinni, ugye aztán lehetne a képviselőházba, de most már majd csak úgy, hogy megmondjam az őszintét, hiszem, ha látom. Mert ígéretek van, volt annyi belőle, de hogy ez megvalósuljon, az eddig nem történt meg. Tehát ez a törvény, a szövetkezetekre szóló törvény lenne az, ami hivatott ugye regulálni az úgynevezett társadalmi tulajdonban lévő földterületet. Tehát a szövetkezetnek a 750 hektárja sajnos a társadalmi tulajdonban van, mindattól függetlenül, hogy a szövetkezet saját eszközeivel vásárolta ezeket a földeket meg, de a törvény eddig nem tette lehetővé, hogy ezt a kataszterben beregisztráljuk, mint szövetkezeti tulajdont. És ez a törvény viszont lehetővé tenni ennek a beregisztrálását, és valójában én igazi terveket ezután tudnák elképzelni, hogyha ez a törvény ezt lehetővé teszi, és tehát meg lesz a jogi alapja is egy eledményes földműves szövetkezet működésének.